Többen vehetik igénybe mostantól a földgáz többletkedvezményt egy kormányrendelet változása alapján. Most a változás után enyhítés történt, tehát akkor is igénybe vehető az egy fogyasztási ponton lévő több lakásos épületekre, ha nincs önálló bejáratuk, ha műszakilag nem megosztottak, tehát akár átjárható a két lakás, például a földszinti nappaliból megyünk föl a tetőtéri lakásba. Ha ettelken több különálló épület van, de egy fogyasztó fizeti a gázszámlát, akkor is jogosultak erre a kedvezményre, tette hozzá Dávid Krisztina. Fontos követelmény még a 30 négyzetméternél nagyobb ingatlan esetében, hogy legalább egy olyan lakószobája legyen, amely minimum 16 négyzetméteres, továbbá önálló konyhával, egészségügyi helyiségekkel kell rendelkeznie. Amerikai konyha esetében a nappali résznek kell lennie ekkorának, hívta fel a figyelmet Dávid Krisztina. A kedvezmény legfeljebb 4 lakásra vehető igénybe, ehhez egy kérelmet kell eljuttatni a hivatalhoz. Egy hatósági bizonyítvány kell benyújtani, ennek a kérelme elérhető itt a hivatalnak a portáján, illetve letölthető a Városhivatalos honlapjáról, a paks.hu-ról. A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet tehát le lehet adni személyesen a hivatalba, de postai úton is el lehet azt juttatni Paksi jegyzőjéhez. Továbbá elektronikusan ügyfélkapus bejelentkezéssel az úgynevezett epapír.gov.hu portálon keresztül is lehetőség van a kérelem benyújtására. A dokumentumot 8 napon belül állítják ki, amit ahhoz a kérelemhez kell majd mellékelni, amit a gázszolgáltatóhoz nyújtanak majd be. A beadvány elbírálása során helyszíni szemlére kerül sor egy telefonon egyeztetett időpontban.